7 óra 11 perc, jó reggelt mindenkinek, a 608-at nem tudom most kimondani. Szevasztok, drága hallgatók, most már élőben, csak hogy tudjátok, ez már igazi. Jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Gyuri, jó reggelt. Jó reggelt, hello. És Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Aki esetleg Facebookon is követ bennünket, ők tudhatták, hogy technikai gondunk van, és ezért nem tudtunk kezdeni, mi itt voltunk nyilvánvalóan, de ez gyönyörű, tehát a Gyuri mondta ki a legjobban, hogy ezek még akkor is össze tudnak veszni velünk, ha nem vagyunk itt. Ezek azok, ti vagytok, drága hallgatók. Ez hihetetlen. Tehát olvasunk ilyen SMS-en, mi van Pancselek? 608? Mi van Pancselek? 608? Vagy remélem minden rendben, így is jók vagytok. Jó, Lacabiáról. Köszi. Bocskor, így kisbetűvel. Nem mindenkinek az a véleménye, mint neked. Zi. Anettnek igaza van. Oké, én csak dohányoztam kint. Zajlik az élet. Jó reggelt. Kedélyesen eldumálgattunk kint a szerkesztésre, mint zajlott az élet. Itt zajlott az élet. A mosogatógéppel én is így vagyok, jön valaki. Aztán, sziasztok királyok, Anett, zseniális vagy, egyedül feletted a kesztyűt a három macsóval. Na, felette. Felette a kesztyűt. Másomat el-ed, elég a kesztyű. És még ezer más, nyilvánvalóan, na mindegy. Szóval, hogy tényleg nem vagyunk itt, ártatlanok vagyunk, békésen barátkozunk a szerkesztőségben, alig várjuk, hogy újra a stúdióba léphessünk, amíg ugye szerelték itt a dolgokat a kollégák, és ezek meg itt adnak nekünk, ütnek, vágnak. Hihetetlen. Jó, megéri készülni és dolgozni minden reggel ezeknek a boldog embereknek. Igen. Igen, miért nem? Annyi best-of-unk van már, hogy igazából, és én nem vették észre. A többsége nem vette észre. Pedig úgy kezdődik. Bocskor, best-of. Ráadásul. Igen. Jó, de a best-of az két angol szó. Egymás után ráadásul. Igen. Vagy egymás előtt. Tehát, hogy... Jó, értem, hogy mit mondasz, csak mondom, anya, annyira figyelemfelhívó. Lenne. Igen. Na jó, gyerekek, szerintem kezdjük el azt, amit amúgy is ide terveztünk. Ez egy érdekes dolog, amikor a szemétbe véletlenül kidobsz valamit, ami nagyon fontos neked, és esetleg értékes is, akkor nagy pánik van, ugye? Ez mindenki ismeri ezt az érzést. Hogyne. Tehát gondolom, hogy volt már olyan valami drága tárgy landolt szemétben, és akkor ugye mindent elkövettél, majd ezt megbeszéljük picit később, mindent elkövettél, hogy azt visszaszerezd. Hát igen. Vagy valamikor feladtad, ilyen is van. Hát ez az, hogy amikor keresel valamit, még nem is biztos, hogy tudod, hogy az a szemétbe került. És aztán jön az opció, hogy basszus, lehet, hogy kidobtam. Igen. Ilyen is van, de az is van, hogy a szemed látára esik be egy ilyen csatornafedőbe, ugye ismerjük, vagy a WC-be, vagy a nem tudom mi, vagy te dobtad ki, kivitted, és akkor jut eszedbe. Gyerekek, itt ilyet biztos, hogy senki nem élt még át. Mert majd megbeszéljük, hogy milyen tárgyak lehetnek, amik úgy beleesnek, telefongyűrű, mi egymás, de itt van egy velszi fiatalember, James Howells, így hívják. És képzeljétek elő, 2009-ben vett 8000 bitcoint online. Hát, hogy másképp. Gyuri, az ugye akkor ez nem volt olyan sok pénz. Nem volt olyan sok pénz. Igen. Az hogy viszonylag egyszerűen hozzá, és egyszerűen is ráadásul hozzá lehetett jutni, ez a másik. Így van. Tehát 2009-ben vett 8000, és ezt egy merev lemezen tárolta, illetve hát ugye ennek a hozzáférési kódját, és azt a merev lemezt ezt betette az íróasztalának a fiókjába, az irodájában. És ez volt 2009-ben. 2013-ban volt egy irodai nagy takarítás. Igen, és véletlenül ő takarított egyébként, véletlenül ő bedobta egy kukás zsákba, és a barátnője meg vagy valaki kivitte, és kivitte a szemétbe. Tehát ez a lényeg. És akkor döbbent rá, hogy úristen, akkor még csak 4 év telt el a bitcoin vásárlás óta, úristen, kidobtam a merev lemezt, hát ez, ennek megy fel szépen lassan az ára, és elkezdte keresni, de hát már elszállították a zsákot a szemétvállalatnak. Ez, ha most megnézi az árfolyamot, akkor elég ideges lehet, mert most néztem valami 60000 dollár egy bitcoin, neki meg van 8000. Igen, az árfolyamot elmondom neked rögtön, mert hogy most még most is 10 évvel később, eltelt 10 év, kétségbe esetem próbálja visszaszerezni a merevlemezt, viszont a hatóságok hajthatatlanok, és nem engedik, hogy belépjen a szeméttelepre. Ugyanis ez az olyan szeméttelep ott Velszben, hogy itt elássák a szemetet, tehát a földbe ássák, kotorják bele az egészet. Egyrészt problémás, másrészt viszont ott a remény, hogy ezt hogy még olyan állapotban ez meg fogja tudni találni, ha egyszer. Így van. És képzeljétek el, hogy már az angol újságot, a Daily Mail-t is bevont a szegény pasi, rengetegen mellé álltak, kutatók,
pénzügyi szakemberek, ügyvédek, akiknek egyébként megígérte, hogyha segítenek ezt a merevlemezt előteremteni, akkor részesednek a milliókból. Ez korrekt. Igen. Ő úgy fogalmazott, hogy ez nagyjából olyan, tehát hogy nem engedik be a szeméttelepre kutatni, ez nagyjából olyan, mintha átrugnék egy labdát a szomszédba, amit aztán nem kapok vissza. Tehát, hogy ez véletlenül oda kerül, de az enyém amúgy. És ez érték. És miből állna visszaadni azt a rohadt labdát egyébként? Mert a szeméttelepnek nem fog hiányozni. Elmondja a Newport városa, hogy miért nem akarja visszaadni azt a labdát, illetve azt a döntést megindokolta. Egyrészt azzal, hogy nincs garancia, hogy valóban ott van a szeméttelepen, tehát ugye 10 évre visszamenőleg. Ott van a szeméttelepen ez a merevlemez. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen folyamat, tehát itt gyakorlatilag fel kell ásni újra a földet. Vagy a szemetet a földből. Hogy olyan hatalmas környezeti károkkal járna, hogy ők ezt nem akarják. Az a baj, hogy 10 évre visszamenőleg, ha belegondoltok, hány ugyanilyen merevlemez lehet még különböző tartalmakkal ott a földben már. Tehát ez tényleg a tű a szén a kazalban. Igen, de én is megismerném a merevlemezemet. Sok közül. A tiédes sok közül a legmerevebb lemez, erre gondolt? Nézd, ha egymás mellé raknánk a merevlemezeinket, akkor én rámutatnék az enyémre. Jó, én nem versenyeznék a merevlemezemmel, ez biztos. Jó, elmondom, hogy mit ér most az, amiért ez a csávó ennyire küzd. Ez ami a merevlemezen van, és amelyel ugye a bitcoinja előteremthető lenne, ez ma 500 millió eurót ér. Jézusom. Gyerekek, nem forint, 500 millió euró. Ezt én nem tudom, ki tudja beszorozni. Nem, sajnos, én megpróbáltam átszámolni forintba, de a számológép tudod, így kiakadt, hogy error. Igen, lehet, hogy betűvel kéne beírni a Google-ba, hogy ez hány milliárd forint. 500 millió euró. Hát, és ez nem nyitja meg a kapukat? És ez lehet, nem nyitja meg van. A kapukat, tehát ez valami elképesztő. Mert környezeti kárt okoz egyébként. Az nem gáz, hogy egyébként a szemetünket elástuk a földbe, az környezetileg így nem gáz, csak így ne túrjuk már föl. Igen, hát jó, valahol a szemetet tenni kell. Tehát ezt vagy szemét égetőben csinálják, és akkor az környezetkárosító, vagy elássák a földbe, az aztán majd ott vagy lebomlik, vagy nem bomlik. Lacika, most mutattam, ha majdnem 34 milliárd forint. 34 milliárd forint. Ha jó a számítás, mi mindig tévedünk, amikor szorzunk. De mindegy is, de hogy képzeljétek el, tehát 500 millió euró. És a srác, tehát egyszerűen az a baj, hogy így belegondolsz, ezért te is küzdenél. Hát, hogy ott van a szeméttelepen valami, ami 10 éven véletlenül kidobásra került, 500 millió euró, az az unokáidnak, vagy az ükonokáidnak is megvan az élete. Hogy ne, és figyelj, hogy ha belegondolsz, ennek a 10%-áért is, hogyha a saját hibádból elbukod, is bele lehet bolondulni. Tehát, hogy ez akkora ügy, és akkora nyomás. És képzeld el, a város veled szemben, és azt mondja, nem áshatsz ott, nem kutathatsz, nem... Elég köcsög város. Egyébként. Igen, ugyanakkor meg megértem a várost is, hogy halló, most egy 10 évnyi szemetet elkezdjünk kiásni azért, hogy egy akkora merevlemez, ami mit tudom én, mint egy kis füzet. Hát mondanám neki, hogy ne fáradjatok, majd én jövök gépekkel, emberekkel, azt majd én elkezdem csinálni, nem a ti gondotok ez. Hát én mindent megcsinálnék, éjszakánként bemásznék a szeméttelepre, és kézzel túrnám, hát 500 millió euróért. 500 millió euróért bárki, szerintem is. Én itt felmondanék, persze, és mennék túrni. 10 évnyi szemetet egy darabig turkálhatnátok ott kézzel. Igen, de akkor legalább érezném, hogy valamit csinálok érte. De mondom, tehát ilyen kereső szakértők ajánlkoztak neki, merevlemez helyreállítók ajánlkoztak neki, tehát hogy vélhetően ez a merevlemez, ez nem tudom, hogy ez egy ilyen zárt dobozban van, vagy ez tényleg csak egy ilyen nyáklap, de hogy vélhetően nincs semmi baja. Lehetetlen, hogy nincs valakivel lehetőség tárgyalni, hiszen ez egy akkora pénz, hogy ebből csak egy picit megvillant lehetőségként, akkor a környezetrendezést meg mindent lehet belőle csinálni. Igen, azt mondja, hogy adok 10 milliót környezetrendezése, euró, tehát azzal mindent meg lehet oldani. Akkora tüzet lehet abból csinálni. Az egész várostan intézi. Tudják, mit a megtaláló, fölgyújtjuk az egészet. Szóval az a helyzet, én nem tudom, mit csinálnék. Gondolj bele, hogy ez nem egy 2 milliós jeggyűrű. Vagy mit tudom én, egy anyakönyvi kivonat, ami beleesett a WC-be, és az pótolható, vagy a Lexusot kulcsa a csatornába, hanem gyerekek, meddig mennétek el? Tehát 500 millió euró tét, szeméttelepen van a merevlemezet. Meddig mennél el? Volna-e az a pillanat, amikor feladod? Amikor azt mondja neked Budapest városa, hogy nem mehetsz? Jaj, Budapest városa, van a fölött más. Mennék följebb, Hágai bíróságjá mennék. Hát ilyen nincs, hát nekem az emberi jogom ahhoz, hogy jó volt egy kis tévedésem, kidobtam az 500 millió eurómat, de hát hadd keressem már meg, az kinek fáj?
Én nem tudom, én azt sem tudom, te kivel vennéd fel a kapcsolatot, Anett? Hát én először is Gyurinak a telefonjával, mert neki olyan kapcsolatrendszere van, hogy ott biztos, hogy talán én biztos, hogy vesztegetnék embereket, tehát, hogy... Ő is próbált, azt mondta, részesedtek ebből. Tehát még tovább mennék, tehát, hogy valóban miután a Gyuri telefonjából elővenném a megfelelő embereknek a telefon... Elővennénk, tehát azért az nem úgy van, hogy te bejáratos, igen, persze, hogy akkor már segítene nekem a Gyuri. 10%, igen. Jó, hát 10%-ot simán adok, tehát... 500, én is azt gondolom, hogy itt kell osztozni, igen, de nem, igen, baj, mert 500 millió euró. Gyuri, neked van kapcsolatod, bár kik törődnek a magyar szeméttel? Biztos, hogy lenne. Hát figyelj, az FKF, tehát hogyha most Budapestben gondolkodunk, FKF, akkor, igen, persze, tehát lehetne velük tárgyalni, ők tök jó fejek. Többször is dolgoztam velük még egy másik műsor kapcsán, és tök működne szerintem. Tehát te hívnád az FKF kontaktodat, hogy ott van 10 évvel ezelőttre egy merev lemez a Csepeli gödörben, és azt most ki kéne szedni. Így van, így van. És nem nekem, hanem ebben segítsenek már. Szerintem még jó fejek is lennének. Mert te hogy állnál neki? Tegyük fel, beengednek. Ja, beengednek. Beengednek, csinált. Tiéd a merevlemez, és azt mondja, na itt van a kapu, akkor bocskorul. Ki, hogy néz neki a csapatod, miket vennél? Hát nekem nem kéne egy, hát a kéterpilláros, katerpilláros Bercit hívnám. Mert neki van hozzá gépe, lánctalpas, és remekül tud abból ásni, és akkor elkezdenénk ásni. De kiemel egy kupacot, azt át kell egyenként hát nézni. Te ott állsz, igen, és akkor válogatod, ha kiemelt egy kupacot, erre gondolsz. Nem, hát én nekem át kell tekintenem a dolgokat. Tehát én valószínűleg egy ilyen, mint a teniszbíróknak van az a magas széke, egy olyat hozatnék oda, aha, és arra fölmásznék. Tudtam, és... hogy ebből valami megint valami modernkori rabszolgaság szitu lesz. Nem, dehogy is, lenne egy megafonom, hogy halljatok. Halljatok, halljunk. Ja, mi is ott, ja, hogy akkor mi, igen, leszünk, akik kaparnak? Nem, én azt gondolom, hogy érdekelté tennék embereket. Tehát katerpilláros Berci is kapna egy ilyen napi 50 ezer forintot. Ó, oh, de... Oh. Nagy lelki gesztus. Ti is. Mi is napi 50-et? Hát akkor meg direkt nem találnád meg, ne, hogy sok hát legyen, ugye? Nyisd jobban ki a pénztárcádat. Hát azért tudjuk, hogy 500 millió euró a tét. De persze, a Gyuri első nap megtalálná a farzsebre tenni, és még azért túrna egy 16 napig. Mennyit kapnánk, őszintén? Tegnap még 50-et akartam volna fölajánlani fejenként, de mondjuk 10 millió eurót kapnátok fejenként. Azért nem rossz pénz. Tehát, jó, oké. Okay. 10 millió eurót. Te mit csinálnál ezért a pénzért, Laci? 10 millió, hát keresném neked a kis vinyódat. Hát mit csinálnék ért? Hát ez a feladat. De ez a feladat, így van. Ha megtalálnád véletlenül, tehát már megy le a nap, Katerberci már ott tisztítja a lánctalpát, és te megtalálod véletlenül ott az FKF hátsó sarkában az én merev lemezemet, te szólnál, hogy itt van, bocsi, vagy sumákolnál. Az a baj, hogy nem véletlenül neked teszem fel a kérdést. Hát nézd, ahhoz, hogy hatékonyan tudjam keresni ezt a merevlemezt, ahhoz tudnom kell, hogy milyen típus, mekkora a tárhely rajta, milyen színű, kábel benne volt-e, vagy kábel nem volt hozzá. Ne tereljél most. Hát mert akkor egy olyan ilyet megpróbálnék nyilván beszerezni már előre. Aha. És akkor én megkapom is üres? De hát akkor nem lesz lóvé. Hát tennék rá. De, hát ő elvenné az enyémet, az eredetit. Jó, neki 500 millió lenne. Gyönyörű, szép munka. Nekünk meg. Ez ennyire egyszerű. Igen. Szóval én ezt így csinálnám, hogy akkor, mit tudom, Anett végezni a finom munkát, tehát ő mint egy régész ecsettel porolgatná le mások által eldobott tárgyakat. Ja, tehát, köszönjük, hogy nem lenne meg a merevlemez, de az ilyen szemét kupacokat átporoltatná bele. Biztos, ami nem, biztos. Nem, amit te kikaparnál. Igen. Amit ja, közben találunk, azt megtarthatjuk, vagy azt is elvenni? Tehát mit olyan Laci talál ilyen régi serlegeket, meg gyűrűket, meg nyakláncot, ilyesmiket. Megmotozod a végén a Lacit? Nem, feldíszítem vele. Úgy néz neki, mint egy rozsdás rapper. Menő? Jó. Végül is ez így jössz, szerintem. Szerintem ez így jól hangzik, főleg, hogy ott van a farzsebemben már. Mi van, hát megy rajta valaki? Mi, ha effektíve mondjuk valamelyikünk tönkreteszi véletlenül ezt, mondjuk a Berci a katerpillárjával tönkreteszi a vinyódat, akkor mit csinálunk? Ja, tehát, hogy lapától ki, egyszer csak a merevlemez valóban kihuppan, és ő azt gondolja, hogy most már hazamegy vége a műszaknak, hátratolat is átmegy a merevlemezen? Igen, tehát megtaláljuk, megtaláljuk, dolgoztunk, és nem a mi hibánkban megsemmisül. Ki leszünk fizetve azért? Biztos, hogy nem. Hát akkor van lóvé, Gyuri, most legyél résznél, jó? Hát akkor van lóvé, ha hozzáférek. Aha. Ez mindannyiunk kockázata. Fölmondaná le itt, ha az 500 millió euróért indulhatnánk az FKF
Cseperi telepére. Itt fölmondaná le. Tehát, hogy reggel minden nap keresünk, dolgozunk, stb. Hát miért te felmondanám, mert attól függ az én állásom is, tudod. Igen. Én felmondanék. Akkor nekünk is. Hát akkor már nekünk nem is kell. Nincs más választás, csak 608 a szeméttelepen találkozik. Nem mondanátok azt, hogy menjél a Bercivel a telepre, mi itt folytatjuk a nagy lovássóval? Nem. Inkább adj egy ásót, tesó. Jó, gyerekek, ki vesztett már el számára értékes dolgot, és mit tettetek azért, hogy megtaláljátok? Most lehet bármilyen bagatell, de nektek fontos dolog, vagy akár tényleg fontos? Hát amikor utazás előtt a feleségem kidobta effektíve úgy, hogy a kukáig eljutott az útlevele, akkor az egy feszkós helyzet volt. Kukánban már kim volt. Már kim volt a kukában. Egyébként kirakod a ház elé, tudod, hogy már nem a tiéd a szemét. De még bent volt a kertben a kuka, tehát nem kukás nap volt, és hát tudod, szemetes zsákban bent a benti szemetesből az adagok, de most ugye a vegyes szemetesbe minden megy. Tehát a megpenészesedett tej föl, már oda van. És akkor te nekiállt el, és kikukáztad? Halbőr már oda van dobva, hát persze. Ó, én is, hát majonézes kocsi kulcsot én is szedtem hát, már kiszemét. Jó, csak gondoltam, a felesége útlevelét a felesége kukázza ki, de ezek szerint a Laci nincs. Ő nem, az, hogy volt. Nem volt ő feje lefelé a kukában, és lefogta a bokájánál? Nem, ez fordítva volt, a Laci volt. Csak nem fogták a bokájánál. Nem, biztos, hogy nem volt fordítva, mert hogy nekem senki nem fogta a bokámat, az biztos. Kapaszkodj el, Laci, én ideges vagyok, most nem tudlak megfogni. Én akkor tudtam kijönni a kukába, amikor tényleg jöttek a kukások és kiszedtek. És sikerült a zsírfoltos útlevelet kiszedni? Sikerült. Igen. Sikerült, leszedtem róla egy a lazacbőrt, és utána olyan volt, mint korábban. Gyuri, te? Hát én egyszerre a WC-be ejtettem bele a telefonomat. És az ott ültél, és a lábad között ment be, vagy... Ott éppen indultam volna az utamra, és de akkor... ültél a WC-n, és beleesett a lábad között így a telefon. Így van, indultam. Mit pakoltál bele biológiailag előtte? Hát tragédia volt ott. Tehát... ott azért... Az emberi akkor nem nyomja meg a flash gombot. Nem. Ott azért taposóaknál volt a helyzet, tehát ott volt robbanás, és hát figyelj, ott nem volt választás, tehát másodperceken múlt minden. Hogy meg ne szívja magát a telefon a finom nevűvel. Láttad, hogy ott lassan, de biztosan ott süllyed, mint egy hajó. Oh! És hát utána kellett vetnem magam, és kirántottam. Tehát jó. Nem volt választás. Ezek azok a pillanatok, amikor nem lehetett. Ezt kell csinálni, kőkeménynek kell lenni. Ez otthon volt, vagy vendégségben? Reméljük, nem ezt a telefont használod. Anettnél volt. De nálad volt ilyen? Valami? Na, ez az, amit mondtam, tehát ez a majonézes kulcsomót, de a kukából szedtem már ki. Igen. De hát az még egyszerű. Az még annyira nem vészes. De mit tennétek meg azért, hogyha valami nagyon-nagyon eltűnne? Tehát most mit tudom én, Laci, mész Londonba, és van már jegyed a Judy Dench és a tegnapi öreg fickó közös előadására, és ráadásul az utolsó előadások, mert utána tuti, hogy meghalnak. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy többet nem láthatod ezt a páros monológot. Judy Dench és az öreg fickó utolsó pillanataira. Ez igen. És elindulsz Londonba, a feladandó bőröndödbe teszed a repülőjegyet, de megérkezel Londonba, a bőrön nem jön meg, és kiderül, hogy Buenos Airesben van a bőröndöd. Van még 2 napod az előadás. Mit csinálsz? Hát nyilván a légitársaságot megpróbálom rávenni, hogy hozzák már vissza azt a bőröndöt. Nehéz elérni a Ryanair-t. A Buenos Aires-i járatát különösen. A Ryanair nem vitte Buenos Aires-be. Buenos Aires-be rakták föl egy gépre. Ja, értem, Lufthansa-nak átadta, hogy ezt vigyétek már Buenos Aires-be. Nem átadta, hogy tudod, hogy keveredik el egy csomag a reptérnek a gyomrában. Tehát nem a Ryanair viszi Buenos Aires-be, mert paraszt, hanem azért, hanem igen, véletlen másik gépre rakják. Igen? Hát akkor 2 napon van, akkor még megjárom oda-vissza Buenos Aires-t. Hát, hogyha utolsó előadást... Jó, és akkor leszállsz Buenos Airesben, én már csináltam ilyet New Yorkban, csak kérdezem, leszállsz Buenos Airesben, és mit csinálsz? Hát megyek a baggage izébe, a problem, lost baggage-be. És? Szerinted ott van? Hát, és kiabálod, hogy Judy Dench, please. Judy Dench, please. Judy, hát, mit tudok csinálni? Judy Dead. Please. Engedjenek be. Please give me my Judy Dench. Igen. Nem, hát nyilván megpróbálom a bőröndök között megtalálni az enyémet. Hát hol lenne? De nem engednek be. Tehát hiába mész oda Buenos Airesbe. És akkor én vagyok most Londonból, és a Judy Dench jegyeimért jöttem, és akkor engedjenek be, válogatnék a bőröndök között. Hát ilyen nincs. Igazad van. Ez vámterület. Valószínűleg. Hát tényleg az. Londonban akkor azt mondanám, hogy úgyse lesz meg, és hazajövünk. Hát akkor ezt tudtam csinálni.
Jó. Gyorsan feladnád. Jó, de tegyük fel, bocsi, akkor. Gondold végig. Tudom, hogy neked van egy nagyon nagy gyűjteményed, ami a legféltettebb kincsed. Mi az? A Hope Solo és Jennifer Lawrence 18 pluszos relikviáid, amiket egy szépben őrzöl. És tegyük fel, okay. Tudom, elmegyünk turnézni, vagy valami, és akkor hozod magad a pendrive-on a zsebedbe, hogyha felidegesít valaki, akkor tudjál, mivel relaxálni. Tehát, mint szoktam is vinni, igen. Mint mások, hogy meditálnak. És akkor, mit tudom én, egy borospince felé utazunk egy ilyen lovaskocsin, és valahogy kiesik a zsebedből ez a pendrive. És ahogy pattogom... Szent-Antolfán? Kiesik a pendrive-on, és rajta van egyetlen egy másolata a Jennifer az Lawrence összes, és a... Ez nem is másolat, az összes rajta az van. Összes Hope Solo és Jennifer Lawrence kicsi kincs rajta van, premier plánban, ami ugye nekem otthon. Így van. És ahogy leugranál a szekérről, hogy felkapott, pont úgy, ahogy pattog, egy tehén így a szájába veszi, le is nyelte. Ezt nem mondtad. Le is nyelte. Le is nyelte. Na erre mit csinálsz? Hát először is karanténba helyeztetném a tehenet. Aha. Válsz, körbe, ott körbe, állsz mellette? Vagy? Körbe, bekeríteném körbekerítéssel, és megkérdezném a süsű haveromat, aki ugye állatorvos volt mezőtúron, és ő mondta, hogy ő akkor hagyta abba az állatorvoslást, amikor azt az óriási gumikesztyűt, ami a válláig ért, fel kellett húzni, és be kellett nyúlni mindig a tehénbe. Jó, te nem hagynád a tehénnek, hogy Hope Solo-t akkor vigye, hanem te kiszerednél. Nem. Én megkérdezném, hogy a pendrive-om Jennifer Lawrence és Hope Solo kicsi kincsével a tehén torkától mennyi idő alatt kerül át a végbelébe? Jól mondom? Nem tudom, hogy anatomiailag jól vagyok. Mikor szólnál a Lacinak, hogy mekkora távolság és mekkora kell nyúlnia? Mert gondolom... Valószínűleg ezt nem kérdezné meg, nekem már be kéne nyúlni hátul. Várjál, nyújj be, maradj, így hívom a süsüt. Ez lenne. Nézd, kiköpte. Süsü barátom most Tájföldön van, de akkor nyilván akkor is hívnám Viberen. Van-e neked akkor... vékony a kezed, te menj mögé, ez lenne szerintem. Az. Szereznék ilyen hosszú kesztyűket, és akkor mindenki turkálhat. Lehet, hogy ez egy turné alatt van? Ez egy turné alatt van. Akkor reggeli, a hallgatóknak csinálják egy reggeli játékot. Túrd a tehenet. Az üvegstúdiónk mellett háttal a tehén ki lesz szögelve, vagy hogy mondjam, tehát, hogy le lesz rögzítve, és kesztyűket osztunk, és aki megtalálja a pendrive-ot, az kap egy bocsizacsit. Ez igen. Jó. Így. Oké, ennyit erről. Egyedül te tudod, elvetemültem megtalálni a cuccaidat, úgy érzem, ez más. Te adtad elő ezt a sztorit, valahogy meg kell szerezni. Hát egy életszerű helyzet. És ez nem egy kilátástalan helyzet. Nem egy kilátástalan, nem. Életszerű, és hát a legnagyobb kincseddel történik, nyilván visszaszerzed. Na jó, drága hallgatóink, azt a helyzetet meséljétek el, amikor valamit elvesztettetek, de valahogy a végén óriási szerencsével sikerült visszaszerezned, vagy hát ugye akár ilyen csetlésekkel, botlásokkal, megpróbáltatások. Mm-hmm. Árán. Egyrészt mi volt a tárgy, nagyon érdekel, és mit tettél meg azért, hogy visszaszerezz? Ez lehet, hogy beleesett. Tényleg egy ilyen csatorna fedél alá, vagy a WC, vagy az ablakon személyt. Kiesett, vagy a vonaton kivitte a szél az ablakon, és akkor te leugrottál celdömölöknél. Tehát, hogy bármi lehet, hogy szerezted vissza azt a tárgyat, és mi volt a tárgy? 0620 22 22 122. Ez a bocskor! Hú, gyerekek! 3:48 lesz egy perc múlva. Először is itt megkaptuk a nagy fejmosást a szorzásunkkal kapcsolatban, tehát ezt legtöbben arra szavaztak, hogy ez 200 milliárd forint. Hello, főni, matekórákat adok-veszek, ha érdekel, ennyi euró, az nagyon sok forint, pontosabban 200 milliárd. Robi a fér, de még sokan írták. Nem, egyébként tévednek, mert a Lacikával itt összedugtuk a fejünket, itt az árfolyamokat megnéztük, meg azóta, hogy a bitcoin mennyit változott, és ez 200 trilliárd forint. Azt, hát azért el kell indulni. Abból meg lehet venni Afrikát, Gyuri. Mert... Ezt nem értik a verszél. Lehet, hogy még Tájföldet is. Afrikát és Tájföldet meg lehet venni. Azzal a kettővel már meg vagy. Na, ugye azt kérdezzük a hallgatóktól, hogy volt-e olyan, amikor elvesztettél valamit, ami nagyon értékes volt számodra, és végül is óriási szerencsével megtaláltad. Nézzük, hogy mik jöttek. Azt mondja, jó reggelt Istenek, én már hagytam el mercis luszkulcsot útközben hazafelé Németországban. Újat kellett csináltatni, mivel nem volt pótkulcs, jegygyűrűt a csirke olban, de az másnap megtaláltam. Üdvözlete Pipec. Pipec nagy sztoriai a csirke ollal. Sziasztok, kaszkadőröknél melózom. Ezt nem tudom, miért mondod, mert aztán semmi köze a kaszkadőrizmushoz. Hát, hogy komolyan vegyük. Az a gond, hogy az autó 80 bár nyomással tömörít. Ez most a szemétre vonatkozik, a szemételepen. Aha. 80 bár nyomással
tömörít, ahol melózom, kb. 100x100 méter széles, és 8-9 métert emelkedett a szemét 5 év alatt. Tehát ők kaszkadőr egy szemételepen. Hát ott kell jól esni. Oké, de na jó, de ez egy fontos szám. Tehát, hogy 8-9 métert emelkedett 5 év alatt, itt 10 évről van szó, tehát ez maximum 20 méter, amit fel kell dolgozni, de tömör. Hát ha most jól szoroztuk, mert lehet, hogy 70 méter. Leg, az is kérdés, és szerintem ezt is belebegtette ezzel, hogy, hogy ilyen nyomás alatt mi maradt ebből a Winchesterből. De minden Winchester lapos. Hát egy laposat nem tudsz laposabbá tenni. Ebbe van logika. Igen, és azt mondja, ha ez még nem lenne elég, egy sok tonnás vaskerekű gép tömöríti a szemetet, vagyis eléggé tű a szénakazalban. Hát ezt sejtjük, Peti, csak itt a kérdés az, hogy hagynád-e te 500 millió eurót, 200 milliárd forintot, Gyuri szerint trilliárd. Hagynád-e ott azért, mert úgyis már letömörítették? Hát, tehát ez az, amit épp észre nem lehet felfogni, hogy, hogy mennyi lóvéd van ott, és lehet, hogy csak egy kicsit kell ásni, lehet, hogy tényleg Anettnek csak le kell porolnia egy régészecsettel az egészet, és van 500 millió forintod, ami 200 milliárd forint, Gyuri szerint 200 trilliárd. Igen. És figyelj, 200 trilliárd, és egyébként és beleőrülsz, tehát az a baj, hogy ez nem lehet épp észre felfogni. Nem lehet azt mondani, Peti, hogy jó, akkor hagyjuk. Tehát ez nem tud lenni opció. Normális ember nem mondja azt, hogy hát ez úgyis már össze van tömörítve 80 bárral, hagyjuk. Igen, mert utána végig egész életedben csak azon fantáziálsz, hogy hogy költenéd a trilliárdjaidat, és nem tudod sehogy. Mit vennél meg előbb? A Tájföldöt vagy Afrikát? Nagy gond. Most szóltak a fülemre egyébként, hogy 20 ezer trilliárd. Sziasztok, én az órámat vesztettem el a Lupán jetskizés közben. Délután hívtam a búvárokat, és csodával határos módon megtalálták. Elájulás volt. Nem győztem hálálkodni. Jó a műsor, Forca Bocskor, szép napot, Zsolt. Óra bele a Lupai tóba, az Omszki tóba. Lementek érte, és lementek érte. Hát ha épp ott voltak, kellett valami izgalom, már unták a halakat. A búvárok a halakért mennek a Lupába. Azért szoktak Lupatóba, Omszkitóba bemennek halakért. Szoktam, délután 4-kor jönnek is ki, van 2-3 a kezükben. Nem mondtam, hogy sikeres búvárok. Bocsin, nőttem fel a búvárhalászatot, és nagyon ment. Persze. Fogászaton a doki elejtette a kicsi csavarhúzót, amit egyenesen a garatomra ejtett. Persze, azonnal lenyeltem. Hát azt az elkövetkező napok elég izgalmasak voltak, Sopi a fényező. Nem mondta Csopi, hogy előkerültem, mint a pendrávom a bociból. Igen. Igen, néha a fogorvosok munkája elég kemény. Igen, meg nem menj vissza, ha valaki csavarhúzóval esik a fogadnak. Szerintem, de nem menj. Aztán van egy ilyen kellemes neke. A pendráv sose lesz meg. Oh. Dehogy azért... nem, ott van, az tudjuk egyszerűbben, mint a szemétben a Winchester. De egyébként... Hát az egész tehenet megvenném, és akkor fölnyitnám. Tehát, hogy ahogy kell. Egyébként igen. Hát ami amúgy is lesz a sorsa. Persze. Igen. Állatorvos se kell hozzád, főt ott egyikni. Sziasztok! Párom jegygyűrűjét labdázáskor a Balatonban repítette. Fémkereső segítségére megtaláltuk, Lajos. Aha. Bravo. Hú, gyerekek, forrázó teknőbe mobiltelefon. Tudjátok, a disznóvágáskor. Aha. Forrázó teknőbe mobiltelefon. Úgy, hogy a pálinka gőzhevében már bele is forgatták a 70 fokos szőrös, véres, szaros vízbe. Aj! Nem élte túl. Üdv, Pöpi a hentes. Ez, amikor tudod, az ember a reflexből így belenyúl kézzel a 70 fokosba. Hoppa, te bá! Az nem egy jó. Sziasztok, 7-11-esek! Egyszer az értékes almás laptopomat és egy rakás drága hozzávalót felejtettem a 79-es trolin. A családot hazaküldtem, és a troli után szaladtam a Podmanicki úton, az Arany János utcai végállomásnál értem utol, épp indulni készült, felugrottam, és hátramentem. Ott volt a hátizsákom, érintetlenül a hátsó ülések egyikén, ahol felejtettem a sipoló kockakő, üzente ezt nekünk. Az más. Igen. Mi volt, lányom bakonyi vasútvonalon kirázta a budiba a pénztárcáját. Csak néztük a lokátorban, hogy távolodik. Ja, hogy volt egy lokátor a pénztárcám. Visszamentünk, kalandos volt, ráadásul kétszer gyalogoltunk a sinek mellett, szívesen elmesélem, mert életre szóló utólag már vicces kaland, Eszti. Eszti nagyon helyes, most már nem tudjuk meghallgatni, igen. Ugye? De igen. Ha lesz ilyen sines témánk mellett a gyaloglás, akkor majd hívjuk. Nem, de hát ez érdekes, hogy a vonat Budiában van a pénztárca, amin van egy lokátor. És a család rohan a vonat után. Ennyit a vonatok sebességéről. Ez, tegyél te is a pendrive-odra a lokátort, és legalább akkor tudjuk, hogy a tehén melyik részén landolt éppen. Jó, oké. Na jó, gyerekek, egy Hungary Machine szeretnénk játszani, hogyha minden működik. Így van, a dalszöveggel tudjátok, meg kell mondani, ki az előadó, vagy mi a dal címe. Hívjatok most 0620-22-22-122. Indul! Indul a
Hungary Machine. És 8 óra lesz 5 perc. Van mennyi búvár történet a Lupatónál, vagy az Omszkitónál, nem tudom melyiknél. Haverom szemüvege leesett a fejéről a lupába. Nálam volt a búvárszerkó, így lemerültem. Meg is találtam, csak nem azt. Mondta, nem baj, jó lesz az is. Amúgy találtam itt német rendszámtáblát, távolsági buszos tárcsás jegykiadót, autóroncsot. Bezzeg az arany pecsétgyűrű, ami egy fickó ujjáról lecsúszott, azt nem. Az iszap benyelte 5 perc alatt, üzeni Peti. Lehetnek ott csodák. Egyébként tényleg az elég mély, úgyhogy ott van minden, szerintem. Igen. Laci, neked mi jött a technikai leállásunkkal kapcsolatban? Jaj, ez nagyon helyes. Piroska írja nekünk, hogy sok alkalommal van technikai hibátok, ezt is a hallgatók ellen fordítjátok. Hihetetlen elme állapot. Oké. Hennivel játszunk. Szia, Henny, jó reggelt. Hello, sziasztok, jó reggel. Jó reggelt, Henny. Na, hol vagy ilyen boldog ma reggel? Együtt jövünk kollégámmal, a Csabival dolgozni, úgyhogy úgy gondoltuk, megpróbálunk és játszunk veletek. Jól tettétek. Nagyon örülünk, hogy bekerültünk. Jól tettétek. Csabival egyik tök viszi a másikat? Tehát ez így, hogy egy irányba mentek a munkahelyre ezért? Együtt? Ugyanoda megyünk, igen, ugyanoda. Ő Szarvason lakik, én meg Gyomaendrődön, és akkor így jövünk együtt, Mezőtúra. És ki szed fel kit? Csabi engem. Ja, Csabi téged, oké. Okay. Mezőtúra, ott volt Süsi állatorvos. Igen. Aha, csak sok tehén van. Mi? Igen? Sok tehén van, persze. Nem. Jó, Henny, kezdjük el szerintem a játékot, és egy régi klasszikus. Mehet? Igen. Figyelj. Mondd ki a dalt hangosan, örüljünk kérlek pontosan, mint én, beszéljen hangosan, amíg élek, dalolászok. Hú. Igen, ez egy régi klasszikus, talán még olykor fel is csendül nálunk, bár mindig szólok, hogy ezt már nem kéne, de felcsendül még? Ritkán támogatlak zeneileg, de ebben nagyon. Az előadáját nagyon bírom, egyébként egy férfi előadó, és valamelyik ilyen régi ilyen popfesztiválhoz, vagy dalfesztiválhoz, táncdalfesztiválhoz kötődik. Ez szerintem táncdalfesztiválos dal volt. Táncdalfesztiválos volt? Nekem úgy rémlik. Ikonikus frizurája volt. Volt, igen. Na, mutatjuk még egyszer, jó, Henny? Jó, rendben. Mondd ki a dalt hangosan, örüljünk kérlek pontosan, mint én, beszéljen hangosan, amíg élek, dalolászok. Uh-huh. Anett már énekel. Igen. Uh-huh. Hát itt talán... Van egy, igen? Hát van egy tippünk, hát mondjuk így kimondom, mert nem is... Nem tudsz kérdezni, értem, jó. Igen, rákérdezni, Soltész Rezső. Bizony! Csabi táncol. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Soltész Rezső így van, szóval hangosan, Rezső egy tök jó fej. Ez ettől a daltól megőrülök, de ez ne legyen az én, vagy ez csak az én problémám. Ez legyen. Ne ha ezt hallani akarjátok, akkor a Dénes Tomi mindig lejátsza. De mindig. Napjában többször. Oké. Okay. Henny, lesz egy bocsizacsit benne bögrével és egy baseball sapkával. Nagyon szuper, köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hívunk majd, jó, hogy elkérjük a címet. Köszönjük. Is. Köszi. Szép napot mindenkinek. Nektek jó utat, sziasztok. Hello, hello. Köszi, sziasztok. Aranyos volt. Jó, gyerekek, mi van? Beleesett a haverom fejéről a lupába. Igen, ez megvolt már. Nézem, hogy van-e még valami nagyon izgi, nincsen. Jó, arról beszélünk majd. Gyuri, te olvastál ugye az NLC-n, olvastál egy cikket arról, hogy egy anya totál dilemmában van, miként viselkedjen, amikor takarítónő jön hozzájuk, ugye? Ezzel kezdődött a dolog, és aztán egészen érdekes kanyarokat vett, hogy hányféleképpen tudjuk magunkat rosszul érezni attól, hogy van takarítónőnk. És vele a viszony, ami egyébként egy sima főnök beosztott viszony, vagy megrendelő és kifizetett dolgozói viszony. Alapvetően igen. Gondolom, hogy azon dilemmázhat az ember, hogy egyébként nagy kupit hagyjak ott, hisz úgy is jön takarítani, vagy éppenséggel mindent rendben találjon, mert hogy ne gondoljon rólunk rosszat. Persze, meg amikor azért azt érzed, hogy ott vagy a lakásodban, és ott valaki ott pakol a cuccait közt, meg rendet rak, meg izéte, meg ott nem csinálsz semmit, kávézat. Ja, ha jelen vagy. Tehát igen, az is olyan, hogy jaj, most ő itt dolgozik, de hát én lakom itt, nekem kéne. Ez olyan kellem. Vannak-e olyan intim cuccok, amiket azt mondod, hogy na jó, ezt azért ő se lásson. Hát arra csomót kell kötni, és kidobod a kukába. Az nem olyan nagy dolog, Gyuri. Megtalálni sokszor nagy dolog. Ez a Bocskor!
8 óra 12 perc van, jó reggel, drága hallgatók, megvagyunk most itt technikailag is, úgy értem, 6 óra 8-kor nem indultunk rendesen, Attit meg is, Sztalzáram, mondhatom, nem? Sztalzáram. Persze, abszolút. Scrabble-ben elfogadjátok, Sztalzáram? Igen, Scrabble-ben az egészet is elfogadjátok. Igen, ott ki kell írni rendesen, ha pontot akarsz. Hello, Laci. Jó reggel. Gyuri, szia. Hello, sziasztok. Hello, Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Na, üzenetek, azt mondja, a tehén fel fogja kérőzni, és szétrágja a pendrive-ot, azonnal le kell ölni, úgy meg lesz. Bocsának nem lesz ideje erre a kérdésre, ő azonnal meg akar nyugodni ezekkel a dokumentumokkal, amik ott vannak. Szia, bocsi, a Vác-Gödöllői úton, Mária udvarnál elromlott a sorompó, nagy a torlódás, aki teheti, kerülje el ezt a szakasz, királyok vagytok, csak így tovább, Jani. Köszönjük, Jani. Igen. Dobálom ezt a sok szemetet ide-oda, nem találom azt a lapos szart, üzeni Kateros Berci. Hamarosan megy a bocsi Berci, és kifizet. Na, aggódj. Dobál csak. Na, most valami más, a Gyuri találta ezt a témát. Gyorsan itt egy körkérdés, hogy kihez jár takarítónő? Itt ebben a jár. Hozzátok jár? Hozzám is jár. Igen, hozzád is jár takarítónő. Ez szégyen, hogy nem vagytok képesek gondoskodni magatokról, vagy ez egy olyan dolog, amit ma már azért olykor az ember megengedhet magának? Nekem ezt már elfogadta a környezetem, hogy nem tudok gondoskodni magamról. Igen. Ezen már túl vagyunk. Na jó, de akkor szoptat is? Vagy, tehát, hogy... Nem, általában úgy van, hogy én nem vagyok otthon. Szóval, nem. Szóval úgy nehezebb. Szóval te... Elkerüljük egymást. Nem csak a gondoskodás vége. Kérdezem. Sietek haza mindig, de már sosincs ott. Hát, ha most elkapom, de már sajnos nincs ott. Jézusom, hogy folytassam így? Hát innen nehéz. Mesélj, akkor te a takarítónődről, ha már ilyen nagyba vagy. Hát ő nagyon-nagyon régi, és nagyon jó fej. Gondoskodó is? És nem, hát ő tényleg családtag. Jó, találtak, nem csináljanak. Gyuri, hát. Én felnőttem, te nem nőttél fel. Szóval nem, nagyon helyes. Róla nem is vagyok hajlandó viccelődni, tehát, hogy itt... Jó, nem, tök jó, kerüljük, semmi gát. Na, de azért nem tudom, hányszor jön, havi egyszer, heti egyszer, két hetente egyszer, mi a rendszer? Havi rendszerességgel, tehát azért nem heti, meg általában, hogyha inkább ilyen nagy takarítást csinálok, akkor kérek én tőle segítséget, mert engem sok támadás ért. Hogy dzsúvás a lakás? Nem. Nem, utcán. Azért is. Be kellett ittanom a takarítót, nagyon piszkáltok. Na miért? Ha csak azért. Szóval azért, hogy egyedülálló vagyok, miért van takarítónőm? Miért? Tehát, mivel indokolták, hogy miért kéne egyedülállónak nem lennie? Azért, hogy nőként, ráadásul nem is a nagy a lakásom, tehát miért nem tudom én rendbe tartani? Én rendbe tudom tartani, csak vannak olyan dolgok, amikor segítséget kérek. És igen, amikor dolgozik az ember 10x órát egy nap, akkor nem feltétlenül akarok takarítással hétvégén foglalkozni. Na, azért beszélünk erről egyébként, mert a Gyuri talált egy cikket az nlc.hu-n. Ezt fontosnak tartotta kiemelni, most nem valamilyen ilyen család blog oldalon, meg gyerek blog oldalon. Jaj, nagy, azt higgyétek, hogy csak azeken kavérnyálok, az NLC-n is jetskizek, tehát, hogy igen. Ez meg az Éva. És azzal kapcsolatban találta ezt a cikk, hogy milyen meglepő helyzeteket tud előidézni ez a főnök beosztott viszony, ugye hát a család, vagy a lakástulajdonos és a takarítónő, ugye az otthoni környezetben, és hát eléggé érdekesek ezek a pontok, amelyeket itt összeszedtek. Először is, milyen a viszonyotok? Tehát Gyuri elmondta, hogy milyen nem a viszonya, én elmondtam, hogy nekem tényleg nagyon-nagyon régóta van ő, és tényleg szinte családtagi viszonyban vagyunk. Nektek inkább egy ilyen beosztott viszony? Nem, nekem is ilyen hát nem mondom azt, hogy baráti, de jó a viszonyunk. Tehát azért ez magánéletbeli nem... dolgaidat elmondtad neki? Volt, amikor beszélgettünk magánéletbeli dolgaimról. Az új hódításodat tudja? Nem. Akkor mikor volt utoljára a takarítás? Már elnézést. Lehet, hogy mégis csúvás az a lakás.
Hol, de nem beszéltem. Most az új hódításomról nem beszéltem. Nem beszéltél, tehát ezt még nem tudja. Max a rádióból. Max a rádióból. Mm. Onnan biztos, hogy tudja. Mm. Laci? Tök jóban vagyunk, tehát mi is szoktunk Kingának beszélgetni. Nem. Nem, mert ez takarít. Havi egyszer jön. Addig gondoskodok. Addig mosok rá. Na mondjad? Nem, mert mi is tök jóban vagyunk, meg szoktunk beszélgetni, csak tudod, amikor valaki ott dolgozik, és akkor te ott szóval tartod, de nekem ez a fura helyzet ebben pedig igazából. Ez tök működik, ez nálunk is, hogy jót beszélgetünk, tehát ameddig mondjuk én akkor jön, ha esetleg otthon vagyok, hogy picit átdumáljuk a dolgokat, vagy mit tudom én, és akkor tényleg kialakul egy ilyen jó viszony. Nem szerintem, mert belassul. Tényleg? Amikor beszélsz hozzá? Persze. Nem ijed meg inkább? De fél. Úgy beszélsz hozzá, mint hozzánk? Mert az, akkor a baj, az a baj, hogy beszélek hozzá, és akkor nem tud dolgozni, mert el kell bújni a szekrény mögé. Olyankor mi sem tudunk, igen. Fél. Igen. Amikor beszélsz hozzánk, nem tud dolgozni, Laci. Oké, akkor hajrá, jó munkát. Neked milyen figyelmességeid vannak egyébként? Mondod, te neked van a legintimebb viszonyod a takarítónő, de közülünk ezek. Tudnál más szót választani? Tisztító szakember. Milyen figyelmességeid vannak felé, amire úgy érzed, hogy több, mint az átlag? Hát kölcsönös egyébként, hát valamikor a szülinapomra én kapok tőle valamit, volt, hogy én voltam családi látogatáson nála, megbeszélünk dolgokat, ő mindent tud rólam. És mi lesz a szakítás után? Milyen szakítás után? Az a baj, hogy szüleinek bemutatott. Szemétkedik a Gyuri. Ez mint szinte egy párkapcsolat. Hát olyan, úgy jön. Olyannak tartod, igen? Tényleg? Akkor nekem én pár kapcsolatban vagyok a takarítónő, mert te meg szopizod? Tényleg? Ez van? Miért vagy ilyen vörös? Jól visszavágtam. Laci, mondjál valamit. Én nem tudom, ez az LLC-s cikk nem erről szól, ugye? Lehet, hogy meg se tudjuk már, miről szól. Na nézzük meg a leggyakoribb fura gondolat. Ezt nem hiszem el. A leggyakoribb fura gondolatokat, ezt most olvasom. A takarítőnővel kapcsolatban. Jó. Hogy ezek után mi tud még jönni? Amik azzal kapcsolatosak, hogy az otthonunkba jön a takarítónő. Ezt most elrontottuk ezt az anyagot. Azt hiszem. Na jó, mondom, jó, itt pontokban. Jó. Tehát van, aki attól tart, hogy mit gondol majd róla a takarítónő, ha kosz van. Tehát ez egy létező fél, főleg nőknél, valaki azt mondja, hogy ő úgy viselkedik, hogy amikor tudja, hogy jön a takarítónő, akkor mintha vendéget várna. Ezt mondja az egyik anyuka. És az első gondolata az, hogy te jó ég, mit fogy meg gondolni, ha meglátja a lakást, és akkor ezután elkezdi gyorsan összepakolni a cuccokat, hogy úgy várja a takarítónőt. Milyen érdekes, hogy azt, aki egyébként azért ilyen fizet, vagy könnyes szemmel. Akit azért fizet, hogy megcsinálja azt, de mégis ciki. Tehát ez inkább a nőknél, ti éreztetek ilyet amúgy? Valaha? Én úgy vagyok vele, hogy én nem szeretem, ugye nyilván két hozzáállás van, kétféle. Ez az egyik, hogy úgy is jön majd, nem tudom, pénteken, ezért már hétfőtől már el se pakol, el se rámol, el se mosogat, mert úgyis jön a takarítónő pénteken, és akkor ráhagyjuk az egészet. Igen. Ez is egy hozzáállás. Ez vagyok én, igen. Ez vagy te. Vagy van az, aki azt mondja, hogy nem, hát azért most nem azért hívtuk itt, hogy rabszolgát tartsunk, és mindenféle, hanem tényleg, hogy csak takarítson ki. Egyébként mi tartozik a takarítónő munkája alá? Tehát, hogy a mosogatás is hozzátartozik? A mosás is? A teregetés? Vasalás. A vasalás? Hát ez gondolom megállapodás hozzá? Vagy tényleg csak a lakás porszívózása, felmosása, szaniterek tisztítása? Mosás, ilyesmik, az nem, azt én csinálom. Meg a növények locsolása, az is az enyém, tehát azt nem adom ki a kezemből. És egyébként ezen kívül igen, a mosogatás, meg az olyan dolgok, amiket én nem tudok jól megcsinálni. Nem tehetek róla, egyszerűen nem tudok olyan alaposan takarítani, mint egy profi. Tehát ez bármennyire is szeretném, nem megy. Mert én például igyekszem elmosogatni előtte, tehát hogy azzal ne legyen dolga. Nyilvánvalóan, amiket én nem csinálok, nem porszívózok, nem törlök port, nagyon fontos a terek tisztítás, hogy a króm csillogjon, villogjon, és újra lássam magam benne. Ezek fontosak. Hogyne. Na ez például én nem tudom ilyen jól megcsinálni. Tehát ez, viszont profin tartom azt a rendet, amit csinál, meg azt a tisztaságot. Szóval én úgy törölgetem itt a, mit tudom én, a csillogó részeket utána törölközővel, mint a szél. Tehát nálad fénylik a króm magadtól, igen. Viszont tornyosulnak a tányérok a mosogatóval. Nagyjából, aha. Aha, Anett? Én is inkább a mosogatást szoktam rábízni. Soha nem mosott nálam egyszer sem takarítónő. Azt mindig én csináltam. Ruhákat, igen. Tehát azt nem engedtem ki a kezemből. Laci, és a te ilyet takarítónőd?
Hát ő, mit tudja, náluk olyan volt, hogy ő mondta, hogy a vasalás például megcsinálja, de azt mondta a feleségem, hogy nem, azt ő szeretné valamiért, nem tudom miért. Aha. De szerintem például az egy nagy könnyebbség. Az egy nagy könnyebbség. Igen, igen. Az a leg. Igen. Na jó, van, aki attól fél, hogy a környezete előtt megbukik, mint nő. Ha megtudják, hogy van takarítónője. Tehát ugyanaz, ami nálad van, igen, hogy megvetnek, mert hogy nem vagy képes gondoskodni a családodról, vagy saját magadról. Pontosan, igen, és nem igazán értem, hogy mi ebben az ilyen rémisztő, hogyha valaki takarítónőt hív segítségül. Hát ez csak irigység szerintem. Hát gondolod, ebben, hogy... Hát igen, nem, mert igazából olyat, gondoskodni aki... annyiféleképpen tudsz a családodról, vagy akikkel együtt élsz. Tehát, hogy pont a takarítás, miért ez egy létező szolgáltatás, igény. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ítél meg a környezeted. Én ismerek egyébként olyat, aki férfi, aki megtehetné, tehát anyagilag megtehetné, hogy takarítónőt fogad, de nem, ő ahhoz ragaszkodik, hogy a felesége takarítson. Ó! Oh. Hát, igen. Esküszöm. Igen. Tudom, kiről beszélek. Aha. Nyilván, ha az ember megteheti, és egyébként lássuk be, hogy mert a havi egyszer mondjuk odahívni, az ma már nem egy kitermelhetetlen luxus amúgy, akkor az ember azt tudja mondani, hogy akkor azt az időt együtt töltjük a párommal, vagy a családdal, vagy mit tudom én, tehát hogy azért az megtérül. Igen, de ez az anya azt is gondolja, hogy mi van, hogyha a gyerek ezt a mintát látja. Tehát, hogy tisztaság van? Tisztaság van, de hogy azt a mintát látja, hogy neki nem kell a tisztaságról gondoskodni, azt megcsinálja valaki. Igen, nem a család csinálja, hanem hogy ez pénzért intézi valaki el. Így van, hát de meg lehet csinálni, akkor legyen ez a motiváció, keresi annyi pénzt, hogy legyen takarítónő, legyen a gyereknek. De egyébként én meg azt gondolom erről, hogyha a gyerek tisztaságban van, mert megcsinálja valaki, akkor még az ez iránti igénye is kialakulhat. Tehát ezt nem tartom ilyen ördögtől. Azt mondja, hogy a gyerekeim ezt látva a nőnek fel, és ha kirepülnek, hogy állják meg majd a helyüket, mondjuk egy koliban, vagy egy albérletben, ahol aztán senki nem fog utánuk takarítani. Ezt gondolja az anya, hogy pedagógiailag rossz. Neked a koliban is volt, ugye? Jól emlékszem. Vagy hogy csináltad ott a dolgot? Melyik éveimre gondolsz? Volt, amikor egyedül laktam, és volt, amikor észak-koreaiakkal. Na, akkor ott ezek szerint volt takarítónő. Ott volt konfliktus. Takarítónőm? Nem. Sajnos nem tudtam befogni az észak-koreaiakkal takarítani. Hogyhogy? Pedig mondtam nekik, hangos német szavakkal mondtam nekik. Igen, általában ahol ugranak és seprűt ragadnak, abszolút. Mint tudjuk, a hangos német szavak rávesznek embereket dolgokra. Amit gondolsz, én otthon mivel dolgozom? De ezek az észak-koreaiak nem értettek, csak észak-koreaiul. Támadtak utána, nem? Azért volt majdnem volt verekedés, de ez most egy másik téma. Azt megúsztam. Na jó, szóval... Mit akartam kérdezni? Azt, hogy a takarítónővel hogy álltál? Mikor volt neked először? Vagy volt-e olyan időszak, hogy tényleg neked a két kezeddel kellett bármit megcsinálni? Abszolút. Hát az a helyzet, hogy én akkor tanultam meg A. rendet csinálni, B. takarítani, amikor rájöttem, hogy ha nem teszem meg, akkor ez rám rohad. Ez úgy érvényes volt a szobára, a mosatlanra, a ruháimra, amik gyűltek össze a kollégiumban, stb. És akkor elkezdtem, egyszer csak vettem mosogatószert. Érted? Vadi új volt, zöld volt, citromillatú, és kiszedte a bögréből a kéthetes Nescafé rászáradást. Na, nekem ez már az egyetem utáni években jött el. Tehát te még így leúsztad az egyetem éveket. Még nem zavart a Nescafé az alján az egyetemet. Egyébként hányszor volt olyan, hogy oké, ott van a Nescafé rászáradva, de ha ráöntök forró vizet, úgyis feloldja. Ne vicce, hogy elég volt egy fél tasak is, hogyha mi maradt az alján. Szóval akkor megjött az igény bennem, tényleg. Jó, aztán mi van még? Van, aki attól fél, hogy a takarító nője kibeszéli máshol őt és a családját. Ez érdekes kérdés. Igen, nekem soha nem beszélt ki senkit, akinél dolgozott. Na, ez egy jó csekkolás. Tehát, hogy te hallottál-e más családokról az ő szájából beszélni? Soha. Én se, soha. Nem, de hát az nyilván abból látszana, hogy akkor egyébként jár a szája. Hát ezt mondom, hogy azzal jól le lehet ezt ellenőrizni. Igen, akkor mi van még? Van, aki megsajnálja a takarítónőt, és együtt akar vele takarítani. Jó, ilyen volt. Tényleg? Igen, meg én kávéztam is vele. Tehát, hogy... Jó, az sima, a kávézás hát, az igen, sem. Én is. Igen, és az olyan és jó. Kávézok hogy... vele, tartunk egy cigi szünetet, tehát, hogy az teljesen, igen. És akkor dumcsizunk, tehát igen. Az izé. Hát azt mondja, most én általában otthon tartózkodtok, hogyha jön a takarítónő, vagy nem? Melyik a jobb? Szerintem, hogyha nem vagyunk otthon, akkor az jobb. Én nem bírom nézni. Na persze, nem kell azt nézni, hogy ott dolgozik. Kellemetlenül érzed tőle magad, hogy jól takarítja meg ott az iszod a negrónidat, ahogy szoktad? Igen. Tehát ott koktélozom a kanapének, nagyon kellemetlen fölrakott lábban nézni, hogy valaki meg ott robotol. Tehát, hogy szerintem jobb, ha nem látod, mit csinál.
De érdekes, pedig ez egy, ha megnézed, ez egy főnök és megbízott viszony, tehát ez egy anyagi ügy. Ez egy anyagi ügy. Nem kéne ezt érezni, de valahogy szinte mindenképpen benne van. Hm? Igen, de volt már olyan, hogy akkor most nem takarítónőnél, de mondjuk más mesterembernél a kedvébe akartatok járni? Ó, rendszeresen. Ó, én mindig szórakoztatom őket. Ez szerintem nálunk Magyarországon még mindig egy ilyen kulturális szokás. Tehát, hogyha jön egy mesterember, főleg vidéken, akkor az üdítő, a kávé, a reggeli neki, amit tudom, pedig azt is kifizetted azt az embert. Tehát, hogy miért kell lesz még pluszban? De... Igen, ez egy érdekes kérdés, mert van, amikor én is egyszerűen csak csinálja a kész, aztán megy, vagy van, amikor tényleg én is megkérdezem, hogy kérnek egy kávét, vagy egy nem tudom, ásványvizet, vagy bármit. Mert szerintem azt várjuk, hogy akkor, hogyha ha mi kedvesek vagyunk, akkor ő is majd oda teszi magát, és gyorsabb lesz, meg szebben dolgozik, meg ő is úgy áll majd hozzánk. Tehát nem a pénzért csinál, hanem amíg kap egy kis üdítőt vagy reggelit, majd akkor aztán extrán meghúzza azt a fugát, meg majd a csempegyenet. Igen, meg amit a Gyuri is mond, hogy valóban én is ezt láttam otthon a szüleimnél, hogy amikor jött hozzánk valaki, akkor anya reggelit készített neki, meg minden ilyesmi. Hát régen, amikor jöttek, de most tényleg 70-es évekről beszélünk, a szobafestők, emlékszem, hogy akkor egy láda sört letettünk nekik, meg Pepsit, meg nem tudom micsodát, és de gyakorlatilag egy full cateringet oda, mint a rockstároknak. Persze, igen. De ez természetes volt. És én néhány éve, amikor lakást felújítottam, én hoztam ugyanezt otthonról, hogy én ezt láttam, és akkor majd hát, ha jobbat fogok kapni, mint amit remélek, és hát sajnos nem. Mert az a festő volt főleg, akit a Gyuri hozott neked, nem? Igen, hát az maga volt a rémálom. Igen, hát... De vele nagyon kedves voltál. Nagyon kedves. Én őt vittem haza, képzeljétek el. Még Gödöllőre is hazavittem, mert azt mondta az apukám, hogy nem mutatni? Nem. Ezt a festőt lányom. Nem, azt mondta az apukám, hogy 2 óra múlva megy a busz, amivel menne haza, hogy ne kelljen addig várnia. Vidd haza, kislányom, te úgyis hazaértél a munkából. Mondom, hogy miért vigyem haza, apa? Azért, mert hidd el, hogy majd vissza fogja adni, és jobb munkát fog végezni. Hazavittem, és annyira jó munkát végzett, hogy utána az ajtóimat is úgy kellett Gyuri segítségével visszaszerezni. Gyuri és az emberei segítségével visszaszereznem. Igen. Van-e olyan, visszatérve a takarítónőkre, hogy ugye azt mondják sokan, hogy hát de belelát az intim szférámba. Tehát, hogy olyan dolgokat lát, ha kint hagyom, amit nem akarom, hogy tudjon rólam. Hát nálunk ez nem játszik. Nyilván az ember ezt fokozatosan vezeti be, tehát amit nem adsz neki olyan feladatot, hogy a szennyeset lesz hozzáférjen. Jézusom, Gábor! Beengeded abba a kis sötét szobába, ami le van lakatolva nálatok? Nem. Oda nem. Ott nem kell, hogy portöröljön ott a falon? Ott rend van, ott én megtartom. De tényleg van olyan? Tehát a frekventáltan koitált szobákban vannak nyomok. Több is van, aha. Jó, oké. Több szoba van. Több ilyen szoba van. Ezek. Nálam több milyen szoba van, Gyuri? Hát ilyen frekventált, ahogy fogalmaztál, és többes számban használtad. Igen. Frekventáltan milyen szoba? Koitált szoba. Azaz? Folytasd, kérlek, csak meglepődtem rajta, hogy nálad... Mit akarsz tudni? Ezt akarom tudni. Hát az, hogy más szobában is, mint a hálószobám volt már. Igen. Igen. Nagyon jó. Szuper. Vállalom. Oké, köszönöm. Nálad? Egy hálom van. És? Más? Nappal is. Konyha is. Uh-huh. Okay. Fürdőm is van azért. Te? Nekem is volt több. És ugye ezeknek van nyoma. Figyelj, konyhapultot letöröltem előre, azzal nem kell foglalkoznod. Jó, azért mi ennyire gondosak vagyunk magunk után, hogy ne legyen azért. De ezt kérdezem tőletek, hogy azok vagytok? Tehát, persze, hogy, persze. Miért te hagyod rá ennyire el az a viszony? Azért na, hát azért mégis kikérem a nevében. De hát nem, a Lacinál van ostorszájgó, jó, hát nálunk nem kell elpakolni semmit, én elég tisztán végzem ezt. De adott esetben egy ágynemű, egy fehér nemű, ami olyanná vált, meg ilyesmi, azt ti akkor külön kézzel kimossátok, kézéjárral? De várjál, most tanácsokat kérsz, vagy adok? Szerintem inkább Beris. Berissel tolod? Bocsinál, durva helyzet, akkor a járt kell vinni. Ez már a Beris sem viszi ki. De azzal láttam, hogy 2000-el többet el lehet mosni. Mint a többivel. De hagyományosra. Akkor kipróbáljuk. Mindenki mindent elmondott? Ezt szerintem igen. Többet is. Többet is.
Na, jó, akkor kérdezzük meg a hallgatóinkat arról a helyzetről, amikor te tényleg alaposan oda tetted magad, hogy jól érezze magát nálad a mesterember. Lehet az tényleg mesterember, vagy akár takarítónő, és ő ennek ellenére bebizonyította, hogy neki ez nem több, mint munkakapcsolat. Mint ahogy Anett, aki hazavitte Gödöllőre a festőt, aki ellopta az ajtaját. Tehát, hogy bebizonyított, hogy neki ez csak munkakapcsolat. Jó? Mondd el, mivel próbáltál a kedvében járni, és hogy aztán ő milyen tróger volt veled. 0-20-22-22-122. Ez a bocskó! 3902 perc múlva meg annyi sztori. Tényleg takarítókkal kapcsolatban is, és mesteremberekkel is, akiknek kedveskedni igyekeztek a hallgatóink. Költözéskor mindenféle mester jött, kinyaltam a feneküket. A végén a bejárati ajtómba valamelyik belekarcolt egy férfi hímtagot, mondjuk így. Aha. Egy férfi hímtagot, ami szerencsére csak akkor látszik, a bizonyos szögben rásüt a nap. Most is ott díszelek. Jó a műsor, Tibor. Délután 4 körül ne várjál vendégeket. Gyönyörű. Hát ők is véletlenül elég későn vették észre. Na, olá, én takarítónő vagyok Ausztriában, és mind a két verzión van. A nagyon tiszták és rendes családi házak, amit elég kellemetlen, mert úgy érzem, hogy nem látszik a munkám. Aha. A másik vég a nagyon koszos és putri hely, amitől elmegy az életkedved, és ráadásul otthon van útban mindig. Egy köztes út kéne a kettő közül, üzeni valaki. Na. Jó reggel, vannak kincsek a megrendelőknél, amire takarítás közben rátalálok. A magányos nők 50 felett okoznak meglepetést. És nem a játékokkal, hanem inkább a kosz szemét, amivel szemben találom magam. A pasik sokkal rendezettebben élnek egyedül. A langyik a legtisztábbak. Itt a ruhadarabokról nem tudom eldönteni sokszor, hogy mi is az valójában. Szép napot, Robi! De azért átválogatod. Szeljes történet. Hát gondolom, hogy rendet rak. Egyikre ezt akartam kérdezni tőletek, hogy a rendrakás, mert ugye az nem takarítás, hogyha mit tudom én, össze-vissza van minden az asztalon, meg a nem tudom hol, tehát hogy ő rendbe teszi, csak elrendezgeti a dolgokat. Rendet is szokott tenni, és szokott, ennek örülök. De hogy ez benne van? Benne. Igen. Benne van. Mert ugye nem kéne csodálkoznunk, hogy igazából kitakarítanak, de ugyanúgy a lom az ott van, szana szét. Nem, de hát ez, nekem ez alap, hogy ez benne van. Én nem szeretem, akkor sok minden nem szoktam találni, tudod, azért van olyan, hogy takarítónak van egy saját logikája, és azt szerint elrendez, úgy halmozza egymásra a papírokat, amiknek egymáshoz semmi köze, hogy akkor formára, ami meg méretre. Ja, igen. Tehát azért van, hogy szín szerint sorba rakja a fűszereket. Én belementem, egy idő után a takarítónőm logikája az én logikám is lett. Oh. Akkor így működik. Veszélyes. Igen, hajgumiaidat hogy szokta elrendezni? Az mindig itt van a csuklómon. Fölhúzza rád összesen. Igen, gyere, ezt most feladod. Sziasztok, el sem tudnám képzelni, hogy bárkit is engedjek a lakásba, és a cuccaimhoz nyúljon. Brrr, majd én megcsinálom. Gondolja valaki. Aztán a medve igyon rátok vizet, sírok a rögést. Ja, ezt rengetegen írtátok. Kávét köptetek műszerfalra, sírás volt, minden volt. Pisilés nem volt? Én rendet rakok, ha jön a takarítónő, hogy az ő ideje ne erre menjen rá. Oh. Hát mire? Hát, hogy akkor mit tudom én, lehet, hogy lesz ideje majd az ágy alatt is, vagy a nem tudom, a konyha szekrény alatt is nem törölni. Most mondtam valamit. Nord, Heil, Reis, Auge, Achtung, Mars, Bruno. Így próbáltad az észak-koreákat? Mars, Bruno, ez volt a vége. Komment, Mars, Bruno. Ezek félre kellett álljak a busszal, sírok a rögésre, nagyok vagytok, a buszos Peti üzente. Aztán nekem most jön a festő, lehet, hogy ágyba bújok vele, olyan gyönyörű, és mindig célozgat, üzeni Szilvi. Uh-huh. Ó, hány festő tapos most a gázba, hogy előbb odaérjen, ahová indul. Jaj, Szilvi, holnap írd majd meg, milyen volt a festő. Jó. Mund, Kugel, Putzen, Pajcse, Kukuriku. Kukuriku, a legszebb német szavak. És akkor ilyen külön arabnak a kukurikúra. Ráadásul germanisztika szakra jártak, egy kukkot nem tudtak németül. Remélem tolmácsok most Kim Jong-unnak. Na jó, nővéremnek nem volt munkája, megsajnáltuk, jöjjön, takarítson nálunk, fizetünk érte. Tudta, hogy van kamera, mégis leült tévét nézni, majd a végén kiírta, hogy az emeletre már nem jutott ideje. Később kiderült, hogy megitta az almalevet, és a hűtőből a Bayernes, ez már nem jött ki aztán. SMS-ben, tehát itt vége lett. Jó, sziasztok, srácok, 2 éve teljesen felújítottuk a villanyhálózatot. Vittem pár sört, meg egy üveg vodkát a mesternek. Jaj. Sör nem kellett, a vodkát úgy itta, mint a vizet. A kőművessel az udvaron röhögtünk, rajta miután megbeszélte a konyha fallal, hol fogja majd őt bemarni. A váltó kapcsolókat elszta.
Plusz 100 rugóba volt egy másiknak, hogy rendbe tegye. Tanuló pénzjók vagytok, hajtós Jani Dabassol. Hát ez nagy tanuló pénz, ha ítatod a mester. Igen, tehát ez most a te hibád volt, Jani. Ez abszolút. Tehát vodkát letenni egy villanyszerelőnek reggel 7-kor. Bocs, Jani, ez abszolút őrület. Én nem kapcsoltam be neki diszkozenét egyből, meg villogó fényeket is. Várj, ezt figyel, ez gyönyörű. Nálunk a festő kifejezetten kérte a sört, mondta, a festékbe kell, mert a budai festék csak így adja ki a színt. Én vettem, szóval ez nem piált egy hétig, hát belibe mi rák egyek ki, szóval volt, nem tudom. Jó, vagy nálam piált, az egy hétig nálam piált. Tehát a budai festékbe kell, hogy kiadja a színt. Ez szaküzletbe is mondják. Én a gyereknek fizetek takarításért. Nem izgulok, hogy megszégyenülök egy idegen előtt, én leszek a szuperszülő mások szemében, hogy milyen jól nevelem a gyerekem. A gyerekem megtanul a pénzzel bánni és összekapcsolni a munkával. Na és nem utolsó sorban, a családi kasszában is több marad, mert a gyerekem még nem tudja, mennyiért is lehetne ezt vállalnia, és azt a pénzt, amit megkap, úgyis lehúzná tőlünk munkanélkül is, és még egy szakmát is megtanul. Ennyi, a kör bezárult, és mindenki boldog. Gyerekek, ez tökéletes. Igen. Így kell csinálni a gyerekkel, nem tudja, mert itt van 20 forint, most le mind a 17 ablakot. Legalább megtanulja, milyen az élet. Minél korábban palizott be, annál jobban tudja, hogy ez így működik. De ez nem igaz. A gyerek pénzt kap, boldogan dolgozik. Annyit nem kap, mint egy takarítónő, amit amúgy is elkérne a gyerek, de így legalább munkáért kapja meg, és több marad nekik a kasszában. Mindenki jól jár. Ezzel igen. Minden, ez teljesen igaza van. Sziasztok! A kőművesemnek próbáltam kedveskedni azzal, hogy a megbeszélt reggeli időpont előtt bekeverem egy adag maltert, hogy gyorsabban tudjon kezdeni. 3 nap múlva jött. Úristen! Érdemes. Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon, nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Hangcsapdázunk most már. Van egy isteni hangunk, figyeljetek! Ilyen kabátod van, Gyuri. Komolyan, mint ami most a feladványjal kapcsolatos, amit mondasz, na kíváncsi vagyok. Dás, Csodli kollégám, Sarap, úgy érsz valamit, van egy színházi mondás, hogy valami érzemfutásos, amikor egy közel egy kis siker, valahányszor egy szimóhal bennem. Na hát a kabáttal gyakorlatilag megoldást adtunk a kezetekbe. Nem, mert ezt nem tudja senki, hogy Gyuri kabátját. Hát, úgy félrevezetted őket, mint a szél. Hát miért? Félrevezet nem vezettem, hát nem tudhatnak semmit erről. Igen. Ez a mi belső viccelődésünk. Igen, igen, igen. Egyébként érdemes így a hangra koncentrálni. Egyébként nagyon kedves ember. Igen. Ja igen, persze, abszolút az. Jó, hívjatok, ha tudjátok, 0-20-22-22-122. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Mi a foglalkozásod, Miki? Tehát ilyen, csak kíváncsi vagyok, hogy mesterember vagy-e, vagy valami teljesen más? Eredetileg informatikus, illetve tanár, de viszonylag jól állnak a kezemben a különböző számok, meg kerti gépek, meg elektromos gépek, tehát nem áll állam, nem áll tőlem távol. Igen, de ez azt is jelenti, hogy nem nagyon kell hívni mesterembert, hanem többnyire azért ezeket magad intézed. Hát vannak dolgok, amiket abban a minőségben nem tudok megoldani, amit én szeretnék, úgyhogy kell egy csomó helyre mesterembert hívni. Neked a tapasztalatod általában jó? Az elmúlt 3 évben 2 ilyen nagyobb méretű felújításunk volt, úgyhogy szerencsések voltunk szerintem, mert egy jó csapatot össze tudtunk fedni. Jó. Oké, kezdjük el, mutatjuk neked a hangot. Többnyire egyébként az SMS-ezők jól tippeltek, kivéve az, aki Kabát Petire tippelt. Mindenki más jó volt. Jó, mutatom. Dás, Csodli kollégám, Sarap, úgy érsz valamit, van egy színházi mondás, hogy valami érzemfutásos, amikor egy közel egy kis siker, valahányszor egy szimóhal bennem. Na, Kabát Petit kizártuk, kire gondolsz? Én inkább Scherer Péterre gondolnék. Helyesen. Van egy színházi mondás, ami úgy hangzik, hogy valahányszor egy közeli kollégám sikerre visz valamit, úgy érzem, hogy egy kis darabka meghal bennem. Jó duma. Gratulálunk, Bocsi Zacsi, benne egy bögre meg egy baseball sapka, ez a jutalmad. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Miki, akkor hívunk majd, és akkor a címedet is elkérjük, és akkor megy a csomag, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm, szia, neked szia. Is, szia, szia. Hülyeségeket fel tudod olvasni. Ezt úgy így kontextusból ki köszi az SMS-t, gondolom ez valahogy arra vonatkozott, hogy írt valami fantasztikusan frenetikus, frappás és szuper szórakoztató SMS-t, amit nem olvastunk fel véletlenül. Vagy konkrétan erre gondolt. És akkor ezt most így megtorolja. Hát, igen. De nem tudom, mit írtál. Egyébként megint csak néha-néha elmondom, hogy képzeld el, hogy nem csak a te SMS-ed jön, hanem jön még több száz. És több százból kiválasztani mondjuk 5-öt, amit felolvasol, és aztán a következő téma már ugye úgyse arra kíváncsi, ezt biztos te nem érted, de nem baj. Lehet, hogy kell egy friss arc a buták börtönébe. Igen, legyen? Hát, szerintem egy ilyen.
Így van. Buták börtönre mindent elintéz. Oké, okay. Horthy Gábor, képzeljétek el, hát most Szoboszlai reklámját gondolom mindenki látta. Az elmúlt napokban került a tévékbe. De igen? Iszonyatos lendülettel, igen. Igen. Iszonyatos lendület. Én úgy, hogy egy picit túl sok mondani valót adtak neki, tehát túl beszéltették, nem? Én nem tudom, én nem láttam a reklámot. Telekomos még. Reklám. Aha. Telekomos reklám, te láttad? Láttam, persze, többször is. Értem a mondani valót. Én is értem a mondani valót, meg minden rendben van, csak már unom, mire a végére ér. Uh-huh. Tehát én azért, mert egy ilyen tényleg szuper sztárt sikerült szerződtetnem, én nem adtam volna ennyi mondani valót, tehát mit tudom, Messi se beszélt sokat a Chio Chipses reklámban. Hát mi például igazad van, de a mostaniban sem, mert Messi a másik, akinek friss leigazolása van, hogy egy szaúd-arábiai divatmárka arca lett. Na jó, tehát akkor a focisták, a sztárfocisták és a reklám? Bizony, a reklámszereplések mit hoz a konyhára, ez milyen új karriereket tud ez elindítani, mikre vannak példák, és hát a balul elsült reklámszerződésekről is fog beszélni a Gábor. 9 óra 13 perc van most, jó reggel, drága hallgatók, szevasztok, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Gyuri, hello. Jó reggelt, hello. Hello Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, nézzük, üzenik itt. Hát igen, már itt a futballista reklámokra mennek rá a hallgatók. Igazad van, bocsi, Messi nagyon keveset beszél a Chio Chipses reklámban, sőt, semennyit, mert az Lay's reklám. Csak hogy legyen valaki, aki belét költ, azért imádlak titeket. Oké, okay, de nézd meg a Chio Chipset, hogy írtad, azt szarul írtad. Én nem értem, mit akar Szoboszlai abban a reklámban. Hogy telefonáljak többet? Vagy őt kellene felhívnom? Tényleg nem értem, üzeni az ötletember. Aha, vannak ilyen kreatívok. Én azt értem ebben a reklámban, amiben megbeszéljük mindjárt Gáborral, hogy legalábbis arra hivatkozik, és itt a párhuzam a futball és a telekommunikáció között, hogy mi magyarok többre vagyunk képesek, ha összefogunk valami ilyesmi. Igen, nagyjából, igen, hogy képesek vagyunk annak ellenére, hogy piciből indulunk, egészen nagyján kinőni magunkat. Mondja egy német telekommunikációs cégnek. Igen. A magyar területén. Magyar területén. Az az ember, aki ezt meg is csinálta, amiről beszél, igen. Tudom, a Liverpooli. Igen. Okay. Összeáll a kép. Összeáll a kép. Akkor már jobban értem a lézreklából. Nincsen Lay's, nincsen Messi. Ismeritek, hogy átmegy a szemét a szomszédba, mert nem kapott Lay's. Persze. Tehát egy család megnyeri a Messit, hogy együtt chipshezhetnek vele, és nézhetnek egy meccset, amiben ő nem játszik, és véletlenül nincs otthon Lay's, nálam sincs. Hm? Érted, nálam nincs otthon Lay's. Tehát ha betoppan Messi, akkor bajban vagy. Akkor hát bajban nem vagyok, akkor egy szóval pofátlanul átmegy a szomszédba az árpiékhoz. Hát nem is bánok. Jaj, az árpiék imádnak téged, Lionel, menjél át. Húzzát az árpiékhoz, mert én a Ronaldot várom, húzzá már innen. Szóval, hogy nekem ebből ez a tanulság. Hát igen, az így is. Hogy ez nem egy finom úr, ez a Messi. Szerintem eddig sem érezte senki, hogy az. Na jó, gyerekek, futballisták és a reklámok, jöjjön a Gábor. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Jó reggel, Gábor! Szia! Jó reggelt kívánok, mindannyian jól vagytok, ahogy hallom. Igen, meg minden. Jól vagyunk, remekül. Hajrá. Na, látod, már nem akarok ellopni itt a témádat, de már próbáltuk elemezni a hallgatókkal együtt. Szóval, mesélj, pár napos ugye ez a szoboszlai reklám. Igen. Én azt láttam, hogy egy hatalmas nagy szoboszlai feliratú pólót, egy telekomos pólót kifeszítettek, azt hiszem a Kossuth Lajos utcában, vagy hogy hol, nem tudom pontosan. Na és akkor én nagyon örültem annak, hogy végre a magyar labdarúgók is fölkerültek ennek a reklámpalettának a hihetetlen nagy terjedelmű részére. Az egész egyébként onnan indult, most Szoboszlait egy picit elengedve, 1966-ban 12 ezer márkát kapott Franz Beckenbauer azért a mondatért, illetve nem is ő mondta ki, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Tehát egy levespor. A levespor, a Knorr levespor, igen. Tehát, hogy legyen erő a tányérodban, és Knorr kerüljön az asztalra, igen. Így van. Most elképzeled azt, hogy 12 ezer márkát kapott ezért 1966-ban, és most Lionel Messi... Na várjál, igazad van, csak azért ne felejtsük el, hogy 1966-ban mondjuk egy Volkswagen bogárba, hasamra ütök 3000 márkába került. Tehát, az viszont igaz. És talán egy Mercedes lehetett ilyen 12-15 ezer márka. Hát igen.
Jó, nem nagy pénz, tehát én majd knorlevesért több pénzt kérnék, mint amennyibe kerül egy Mercedes. És nem vagyok Beckenbauer. Tehát, hogy igen, na jó, hát nagyon elmentek a számok. Na mesélj, bocs, csak hogy ezt hozzátettem. Vele kezdődött az egész, és aztán így szépen emelkedett, ment fölfelé, és nagyon különös, mert ugye Európában a labdarúgás az végtelenül népszerű. És ráugrottak a hirdetők, hogy bizony jó lesz. És itt van, ugye, bár nem európai, de Lionel Messi februárban bemutatkozott a NFL-ben, a Super Bowl döntőben, ott egy ilyen, hát ilyen kamu amerikai sör, tudjátok, hogy Amerikában a sör az semmire nem jó, tehát ott nem jó söröket készítenek. Na mindegy, beugrott egy ilyen reklámba Jason Sudeikis-szel, és egy Dan Marino nevezetű ott világhírű irányítóval, természetesen is sem szólalt meg. A reklámban az volt a lényeg, hogy a kisasszony mondta, hogy elfogyott az a sör, amit Messi kér, és akkor ő meg spanyolul válaszolt, majd utána elkezdett labdázgatni a tengerparton, és ezért föld csippentett $14 millió. 12 ezer márka a 66-ban és $14 millió 2024-ben. Így van. Így azt van. A mindenit. Igen. És nagyon érdekes, hogy Magyarországon nagyon furán kezelik a labdarúgókat, hogy nem is nagyon érnek hozzájuk. Én itt kapargattam az emlékeim között, illetve az interneten egy Nagy Ádám nevezetű, aki még most is fotballozik a válogatottban, ő szerepelt együtt a Kapás Boglárkával, meg egy Kenderesi Tamás nevezetű úszóval, és tejet reklámoztak. Igen, azt talán rémlik, de most ez tök érdekes, amit mondasz. Hát a magyar labdarúgók azért most már egy pár éve újra sztárok kezdtek lenni, és tényleg nem látod azt, hogy nagyon kapkodnának értük a reklámozók. Mi az oka, vagy ezt nem... Bocsi, 2016-ban a körúton majdnem kimozdították a 4-es-6-os villamost a helyéről, olyan boldogok voltak az emberek, a labdarúgók. Így van, a Gyuri is ott lógott a villamoson. Tessék. Tényleg. És... Nem értem ezt az egészet, hogy ők óckodnak tőle, vagy pedig azt mondják, hogy jó, hogyha Messi 14-et kapott, akkor én ennyit kérek, mondjuk egy nem válogatott labdarúgó, de ilyen lokális híró, hogy miért nem tudnak így zöldágra vergődni. Ausztriába kell elmenni, Dávid Alaba az a 16-os Európa-bajnokság előtt, meg még most is nem tud olyan dolgot mondani, amire azt mondják, hogy nem. Pedig ő már kifelé ballag a sorból. És akkor a német labdarúgó válogatottakról nem is beszélve, akkor az angolokról, akik tolják magukat, és természetesen most nem csak a sportszergyártókról beszélünk, akik milliárdokat ölnek. Persze, hát én emlékszem, hát már nem tudom, 20 évvel ezelőtt is a német válogatott újra és újra visszatér például a Nutella reklámmal. Pontosan, ezt akartam mondani, így van. Emlékszel, Hummels milyen elégedett arccal kenegette a magyarókrémet a kenyérre? És Thomas Müller is, az a kis bárgyú, bajor, mosoly, mert éppen egy nutellás kenyérbe beleharapodott, mint egy gyerek, olyan helyes volt. Hogy az egész Igen. csapat edzés alatt, vagy edzés előtt nutellát reggelizik. Tehát, hogy... Igen. Nem lehet az, hogy a magyar focisták mondjuk olyan összegért mennek el reklámba, hogy mondjuk azt mondja a reklámozó vagy a megrendelő, hogy hát ennél kevesebből megoldom, azért el fogom adni a termékemet. Én azt el tudom képzelni. Az is lehet, hogy van egy árharc, és a magyar focista, aki mondjuk esetleg még külföldi bajnokságokban is játszik, azt mondja, hogy most 5 millió forintért nem fogok elmenni, és nem adom az arcom, ez elképzelhető, meg is értem, lehet, hogy a reklámozóknak is mélyebben a zsebükbe kéne nyúlniuk, de én is azt gondolom, hogy a magyar futballistáknak ott lenne a helyük a reklámpiacon is. Egy rögtön egy élő példát mondok, Torgelle Sándor, akinek én vagyok a keresztapja, mert én ragasztottam rá az R beceneve, ugye Air Jordan után, mert egy góljánál nagyon magas ugrott, és akkor örömömben kikiáltottam, hogy Air Sanyi. Nem értem, hogy a légkondicionáló cégek miért nem ugranak rá? Ugye? Hogy igen, lehet, hogy ezt nem mindenki tudja, ezt az Air becenevedet, amit rá... Vagy a jutalékod miatt. Na, de tényleg rengeteg játékos van, akik óriási névvel bírnak, Szalai Ádámtól kezdve, de tényleg még a legendák is, akik ma már talán nem is játszanak. Dzsuzsákot éppen ugyanide tartom, vagy értem, nyilvánvalóan egyértelmű Szoboszlai, és még sorolhatnánk, tehát simán lehetne, jó a kisugárzás, jó az üzenet, pozitív a kép róluk, tényleg nem értem. És milyen érdekes, ugye, hogy hát a Mercedes az nagyon nagy hirdetője a sportvilágnak. Láttam múltkor egy olyan hirdetést, amiben Beckenbauer, Mika Häkkinen
meg még egy valaki egymással versenyeznek, és a végén az a lényeg, hogy Beckenbauer egy game Mercedes-szel őrjön vele, előz mindenkit, és mondják, hogy mi van, azt magyarázza, hogy mi van, nyugdíjasok, nem tudtok haladni. Szóval, hogy még amikor befejezte a pályafutását, még utána is. És milyen érdekes, hogy egyébként pár játékos, aki még aktív, hát mondjuk Messinek meg Ronaldónak az aktivitását, ahogy lehet mondani, ugye egyik Afrikában, vagyis Arábiában játszik, a másik meg Amerikában, ahol annyira nem nagy a figyelem, még mindig döbbenetes a reklám ereje, mert hogy Messi most beugrott azzal, egy olyan céget vállalt föl, amelyen arab sapkát, tudjátok, amit ilyen fekete pánttal kell a fejedre rögzíteni. Igen. Az a neve, Sayyar Divat márka, 3 évre kap 22 milliót, és semmit más, nem, még csak meg se kell szólalnia, csak ilyen erős, bizakodó tekintettel néz a kamerába, hogy ő neki milyen piszok jó érzés, hogy ez van a fején. Hogy egy ilyen de rajta van, rátették? De persze, igen, látszik piros-fehérben, $80 kerül darabja ennek az arab fejfedőnek, és Lionel Messi, egy argentin labdarúgó, ezt hordja. Nézd, hát, abszolút, van az a pénz, én is hordanám, 22 millió dollári hordanék én bármit az araboktól. Tehát, hogy igen, de jó, nem tudok ez. Na, mit szólsz ez a szoboszlai reklámhoz? Ez szerintem a legjobb. Én nem is értem, hogy miért váltak vele idáig. Biztos itt tárgyalgattak, meg az Eszterházi fiúnak is volt ott egy pár beleszólása. Tehát ez a fiú már akkor jó volt, amikor már a Lipcsében játszott, és hogy az időzítést értem, ugye mennek az Európa-bajnokságra, tehát ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni, és szerintem jó, rengeteg pénzt keres a Szoboszlai, de akkor is meg tudtak volna állapodni, és ez nem egy ilyen sarki, József körúti telefonárusító cég ez a Telekom, hanem ez egy kicsit azért erősebb, így van. Persze, nekem az volt a bajom, hogy túl sok a beszéd. Tehát, hogy nem azért, mert futballista vagy nem futballista, egyszerűen túl sok szöveget adtak a szájába, elveszted a fonalat, nem érted már, miről van szó, mondja, közben változik ugye a kameraszög, és változik a megvilágítás. Nekem ez, de mindegy, biztos ráérted délután. Teszem hozzá, a Liverpoolnál még Jürgen Kloppal is, hát erős beszéltünk, Jürgen Kloppal Németországban csinálnak tévéreklámokat, zseniális a csávó. Rengeteget. A níve, a Szemránc krém, az zseniális. A Jürgen Kloppnak. Azt nem tudom, azt elmondanád, mi az? Hát valami látom. Olyan, hogy nem tudom, valami Q10, nem tudom, valamilyen összetevőt kell kimondatni vele, és akkor belebakizik, és azt ezt nem tudom kimondani. És ez egy níve a reklám a Kloppal. Zseniális, tényleg nagyon jó. Még hogyha rossz, még akkor is isteni jó. Kloppal egyébként a ugye ilyen bevét, vagyis ilyen jövedelem, ilyen felmérgezberátunk is foglalkozik, ugye? Ez mit jelent, bocsi, pontosan? Pénzügyi tanácsadó, befektető. Befektetési tanácsadó, igen. Így van, az Opel nyomja őt, hát Kloppal a világon mindent el lehet adni. Még talán a Snickers csokinak is volt egy ilyen összejövetel. Lehet, igen. És aztán, ahogy a legérdekesebb számomra, egy David Ginola nevezetű francia labdarúgó, akinek gyönyörű a haja, olyan szép volt fénykorában, hogy az nem igaz. És a Tottenham Hotspurben játszott, komolyan mondom, úgy nézett ki, mint egy isteni, mint egy lósörénye. Hát ha nő lennék, hát évekig szerelmes lettem volna David Ginolába, na és akkor a L'Oréal ráugrott, szampon mosta a haját az zuhany alatt, ő se beszélt sokat, olyan úgy tudta mosni a haját, és akkor fényesítette, dobta meg a futballpályán is, ahogy viselte. Szóval ilyen külön oldalugrásokat is lehet találni. Az, hogy mondjuk, de nem kell ahhoz nagy sörény, mert azért ne felejtsük el Robert Lewandowski Head & Shoulders reklámját. Az meg teljesen igaz. Ugye, a kis rövidhajú szótlan lengyel, nem is feltételeztet, hogy korpás, így legalább van benne valami emberi. Most került közel hozzánk. Igen. És ez aktívokat, Lewandowski annak idején emlékeztek még a Deák térnek a sarkán, vagy 4 emelet magasból nézett le, talán hosszú katinkával, a telefonmárkát nyomattak Magyarországon, hogy az aktívak is megvannak, de inkább amikor befejezik a játékos karrierjüket, akkor kezdenek el így berobbanni.
mert ugye David Beckham is az Adidas-szal, ahogy tolja magát, és itt egy különös ide kell még felhívni a figyelmet, mert ugye emlékeztek annak idén 2021-ben az Európa-bajnokságon, hogy Ronaldo mekkora botrány csapott, hogy egy kólás üveg volt előtte. Igen, és eltolta. Emlékeztek? És eltolta. Aztán hirtelen egy embernek eszébe jutott, hogy hát ezért nem voltam mindig így, mert valamikor a 80-as vagy a 90-es, inkább a 90-es évek vége felé Japánban ő azt mondta, hogy hát ez nagyon-nagyon jó ital. És azt fogyasztotta, és azt reklámozta, és azt vette föl. Ennek a Ronaldo megmozdulásnak a következménye az volt, hogy a kólának a részvényei valami 1,6%-kal leestek, ami így kimondva nem nagy szám, csak ha belegondolsz, hogy ez a kólás cég, ez mekkora piacot terít be, hát ott azért az jelentő. Jó, pontosan, így van, így igen. Mi a helyzet? Van-e olyan, hogy valamilyen reklám megbízatás futballisták számára balul sült el? Hát ennek én nem jártam utána. Az biztos, hogy annak kírosan kell figyelni, hogy jó részt vállaljanak fel, mert később a szurkolók aztán rákiabálják, hogy te figyelj már, abban a létre reklámban egész jól mozogtál, de itt a futballpályán nem. Mi történt veled azóta? Hát az, hogy a Paul Pogba ugye kiiratkozott a hirdetők közül ezzel a kisebb kábítószeres ügyével, illetve a hirtelen nem jut eszembe az amerikai golfozó. Mondjátok már színesből. Tiger Woods-nak nagyon komoly volt a visszalépős tábora, mert ugye hát ott nem túl jól alakultak a dolgok körülötte, visszamondták egy csomóan. És itt most nem az, hogy ő neki nem jó a reklám munkája, tehát a reklámban nem végzett munkája, hanem hogy a hírneve miatt azt mondták, hogy hát inkább Tiger, mi most szakítsunk meg a kapcsolatot. Úgyhogy figyelni kell nagyon a labdarúgóknak. Persze, egyébként azért dübörög ennyire a szekér, mert makulátlan. Tehát nincsenek botrányai, a három fiát nevelgeti, labdarúgásra megy. Mellesleg a Paris Saint-Germain, amelynek ugye arab a befektetője, illetve a támogatója, egyszerűen megbüntette őt, mert elment Szaúd-Arábiába valami vakációt hirdetni, és nem jelent meg a csapatnak az összetartásán. Igen, erre emlékszem. De még az jutott eszembe, hogy nagyon sok híresség, és talán focista is, Japánban vagy Kínában reklámoz, mert azt a nyugati piac úgyse látja, és akkor olyan termékeket reklámoznak, hogy el se tudsz képzelni. Az meg, hogy az elképesztő, a kínai piac, hogy az mekkora, hát azt az NBA játékosok, valami politikai kijelentés is volt, és akkor mondták Kínában, hogy akkor most oké, nem közvetítjük az NBA-t, erre az NBA srácok oda mentek így térdelem, hogy hát fiúk, azért beszéljük már meg, mert ez nekünk hatalmas nagy piaci kiesés. Úgyhogy ezekkel nagyon kell törődni, és nem véletlen az se, hogy a labdarúgó csapatok elmennek ilyen úgynevezett zsíros kenyér túrára Távol-Keletre, a pokolba kívánják egyébként a 18 órás repülőutat, a jetleget, és utána cudar időjárásban kell játszani. Ráadásul, ha balszerencsések, akkor az egyik hazai lelkes fickó rácsúszik az ő kinevezett világsztárjukra, és akkor fél évig nem tudják használni. Szóval azért rettegnek ezektől az úgynevezett zsíros kenyér túráktól, csak hát a pénzes ember, a gazdasági igazgató, és a gyerekek csomagoljatok, 3 hétre Hongkongba mentek el. Na jó, így van. Úgy, ami szintén egy reklámtevékenység, és nem más. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, egy hét múlva találkozunk. Remélem a találkozót. Ölellek titeket. Köszönjük, szia. Horthy Gábor. Itt valaki üzeni, jó, hogy a végén kiderül, hogy telekomos reklámról van szó, szóval az én fókuszomat elviszi Szoboszlai fülbevalója. Azon morfondírozok, hogy vajon hány karátos lehet. És van egy közlekedésünk, Anett, belső szalagkorlátnak ütközött egy tehergépkocsi Balástyánál, az M5-ös autópálya 145-ös kilométerénél. A Budapest felé közlekedő jármű a baleset következtében a Stráda Szeged felé vezető pályájára borult, forgalomkorlátozás van. Akkor ez mindkét iránt érinti, azt jelenti? Nekem az van, hogy a 145-ös kilométernél, ami Budapest felé van, a belső sávba terelik a forgalmat, tehát nem látom, hogy mind a két irányba lenne. Na jó van, oké. Azt mondja, hogy Gera Zoltán Pepsi reklámira, nem is emlékszem. Tényleg. Volt Pepsi? Aha. Igen. Uh-huh. Gera Zoli szerepelt Pepsi reklámban, Ronaldinhoval és Henrival együtt üzenik Benedek Tibi, Danon Rudi éneklése. Igen. Azt még értem, és itt a focistákat nem értem, hogy valóban miért nem lettek bevonva a reklámpiacban, na mindegy. Jövünk vissza mai nap legjobb pillanataival. Hát gyerekek, ez ilyen, hogy most ne igyatok kávét, ha nem hallottátok még reggel. Mert itt a takarítónős témát jártuk körül, ugye? Igen, hát hogy az ember milyen elfogódottan mozog, ha mondjuk ott dolgozik nála a takarítónő, tehát hogy milyen a viszonyunk a takarító.